az idei Alföldi Állattenyésztési Napok, az OMÉK társ rendezvénye. Milyen jelentősége van ennek? Az idejében az Agrár Marketing Centrum az OMÉK szervezőjeként úgy döntött, hogy a kiállítást mind szakmai, mind pedig minőségi szempontból emelni kívánja. Ebbe szervesen illik az a koncepciónk, hogy a fővárosi Ung Expo OMÉK helyszínen az élelmiszeripar, a professzionalizmus nemzetköziség áll majd a kiállítás fókuszában, és kerestük azokat a vidéki társrendezvényeket, amelyek mind az agrárgépészetben, mind pedig az állattenyésztésben hozzá tudnak ez a koncepcióhoz tenni. Nem kellett sokat keresnünk, a Hódmezővásárhelyen az Állattenyésztési Napok az ország legszínvonalasabb, legnívósabb állattenyésztési rendezvénye, amely minden nagy közönségnek, mind pedig a szakmának meg tudja azt mutatni, hogy hol tart Magyarországon ez a szakma, milyen eredményre képesek a magyar állattartók. Hol tartotok az OMÉK szervezésével? Jól haladunk, számos kiállító jelentkezett már, szakmai oldalról is, az élelmiszeripari szakma kiállítók jelentkezés is jól halad, és természetesen idén is megnyílik a Kárpát-medencei kincsestár, a vidéki termelők élelmiszeripari vására, az ő jelentkezéseik is nagyon szépen haladnak, én azt gondolom, hogy júliusra meg fog telni az OMÉK kiállítókkal. A legutóbb azt mondtad, hogy ez az OMÉK az idén más lesz, mint amilyen szokott lenni. Miben lesz más? Több lesz, a többletet pedig a szakmaiságban kell keresni. Szeretnénk a fiataloknak megmutatni azt, hogy a magyar élelmiszeripar hol tart. Szóval nagyon színvonalas szakmai és közönség rendezvények lesznek. Élelmiszeripari gyártósorokkal, agrárinnovációval, agrár csúcs technológiával, drónokkal, GPS vezérelt önjáró traktorokkal, a legmodernebb IT berendezésekkel jelentkezünk. A többletet ebben kell keresni. Idén nem csak az agrárium múltját, hanem a jövőjét is meg fogjuk mutatni a Hung Expo-n. Kiknek fog szólni az idei OMÉK? Az idei OMÉK szól elsősorban az ország nagy közönségének, a magyar élelmiszeripar fogyasztóinak. Nekik megmutatjuk azt, hogy milyen kiváló alapanyagból, milyen biztonságos módon készülnek a hazai élelmiszertermékek. Természetesen szól majd a szakmának is. Velünk lesznek a nemzetközi beszerzők, velünk lesznek a magyar élelmiszeripari termelők. Nekik is szeretnénk egy olyan szakmai műhelyet, egy olyan szakmai fórumot létrehozni, ahol mind a kihívásokról, mind pedig az elért eredményekről tudnak tanácskozni.